A már biztos kieső Kelen szeretett volna szépen búcsúzni az élvonaltól, míg a bennmaradást kiharcoló Győr szerette volna folytatni jó sorozatát, hiszen idén csak a két döntőstől kapott ki a csapat, a többi együttessel szemben veretlen maradt. A Kelent például 4-0-ra győzte le. Igaz, ősszel pályaválasztóként 3-2-re a Kelent győzött ebben a párosításban. A helyszín pedig megint Csepel volt, de az első lehetőség a 13. percben a fehérmezes győriek előtt adódott. Süle Dóra lövését azonban fogta erős Evelin. Majd a támadó Olá Adrien passza után lőtt egy hatalmas kapufát is. Aztán Süle volt a feladó, a vége azonban megint egy erős védés lett. Aztán Olá vihette egy az egyben a kapusra a labdát, de erős, tökéletesen zárta a szöget. Majd hárított egy újabb lövést. 10 perc alatt gyakorlatilag el is dönthette volna a meccset az Eto, ám az eredményjelzőn 0-0 állt. Aztán megint Süle tüzelt, de a végállomás ismét erős volt. A 37. percben újra Olá volt az egyik főszereplő, aki szép csellel csapta be Horváth Lucát, majd kiválóan ívelt Vida Boglárka fejére. Akinek viszont a próbálkozását kitolta a léc alól erős. Majd megint Süle került helyzetbe, de fölé lőtte a labdát. A fél időben így 0-0 volt az állás. A szünet után aztán Nagy Fanni veszélyeztetett, de a próbálkozása után a kapu mellé gurult a labda. Az 50. percben viszont már nem úszta meg a Kelen. Öreg szinti a bombáját már nem tudta hárítani a csereként pályára lépő Böröc Bettina. 1-0 a Győrnek. A 75. percben megint jött Olá, akinek a remek lökete a felső lécen csattant. 10 perccel később viszont már nem hibázott a támadó középpályás, egy az egyben vihette Böröcre a labdát, ami végül a Kelen kapujában kötött ki. A hajrában aztán Gyenes Adrien harcolt ki egy 11-est, amikor Fleck Nikolett szabálytalankodott vele szemben. A büntetőt Kókány Regina végezte el, de Szőcs Réka kivédte azt. Majd Böröc is bemutatott még egy védést a másik oldalon. Aztán Tagyi Viviennek volt még egy fejese a 91. percben, ám a labda fölé ment. A vége így Kelen Győr 0-2. Nagyon jó hangulatúan jöttünk, mert hát nem tudni, hogy ez volt az utolsó NB1-es mérkőzésünk, de úgy álltunk oda, hogyha igen, akkor ezt szeretnénk a lehető legjobban kielvezni. Szeretnénk még így közösen egy jót játszani, meg élvezni ezt az egész sikertörténetet, aminek a részei lehettünk. Szerettünk volna gyorsan pontot tenni az Inek a végére. Helyzeteink megvoltak, nagyon szép támadásokat vezettünk, szerintem amiket a héten gyakoroltuk, azt maximálisan kiviteleztük, annyi, hogy a végére volt egy kis kavarodás, már mind nem jól fejeztük be, de azt gondolom, hogy második fél időben egy kicsit megnyugodtunk, biztattuk egymást az öltözőbe a fél időbe, és kimentünk, és sikerült, megvan az eredménye. Az első fél időben sok támadása volt az Etónak, szerintem ezeket sikerült kivédekeznünk, ugye gól nélkül hoztuk le az első fél időt. Én azt éreztem, hogy a második fél időben volt inkább több támadásunk, tudtunk volna nyerni, csak sajnos még mindig nem tudjuk kihasználni a helyzeteinket. Az utolsó passzok, illetve a kapu előtt nem koncentráltunk eléggé. Egyébként szerintem végig mi voltunk fölényben, ez az egész meccsre elmondható. Kicsit kapkodtunk, mintha nem is tudom, izgultunk volna egy kicsit, de aztán hál' Isten győzni tudtunk. Az első fél időben nagyon igyekeztünk, mégis a nagyobb lehetőségek a Győr előtt adottak, és a kapusunk viszont nagyon szépeket védett. Másfél fél időben pedig már több lehetőségünk is adott, és akár 2-2 is alakulhatott volna a legvégén, de hát nem nekünk sikerült a gólokat szerezni, hanem az ellenfelünknek.
sokkal könnyebb meccs lehetett volna ebből a mérkőzésből, hogyha az első félidőben berúgjuk a helyzeteket. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy görcsösség van a támadó játékunkon még most is, hiszen fantasztikus eredményt értük el, hiszen a 8. helyről föltornáztuk magunkat az 5. helyre, ez nyilván ez egy fantasztikus jó eredmény. Úgy gondoltam, hogy megnyugszanak a támadóink, de még mindig nem elég nyugodtak, higgadtak. A Győr győzelmével az 5. helyen zárt 20 ponttal, míg a Kelem utolsóként 9-el és kiesett az élvonalból.